Köszönöm, hogy eljöttetek. Üdvözöllek benneteket a Lévai Energetikai Alapítvány nevében. Karácsony előtt, az adventi időszak végén összegyűlünk itt a Farkasréti temetőben, hogy tisztelegjünk tanítómesterünk Lévai professzor úr előtt. Megkérem Rádonyi professzor urat, aki kezdeményezte évekkel ezelőtt ezt a nagyon bensőséges megemlékezést. Köszönöm szépen, elnök úr! Bevezetőt annyiban egészíteném ki, hogy Lévai professzornak ma van a 103. évfordulója, mármint a születésének. Két évvel ezelőtt a Lévai Energetikai Alapítvány elnöke lehetővé tette számomra, hogy a lévai centenáriumi megemlékezések utózöngekéig interjú készüljön velem a lévai szellemiségről, a vele való tanítványi és munkatársi kapcsolatomról. Így jegyzem meg, mint ismeretes, Lévai professzor nyugdíjba vonás után még majd negyed évszázadig folytatta áldásos tevékenységét. Nyugdíjba menetel után azonban egyedül, segítő munkatársak nélkül maradt. Ebben az időszakban különböző területeken és időpontokban kérésére többen csatlakoztunk hozzá. A két fős közös munkák során mélyült el, és vált a vele való kapcsolatom igazán személyessé ebben az időszakban. Az interjúban a lévai szellemiség gyökereit taglalva többek között a következőket mondtam. Lévai András közismerten, mélyen istenhívő, vallását megvalló és gyakorló ember volt. Tudta azt, hogy a hit a közjót szolgáló tettek nélkül mit sem ér. Elfogadta mindenható ajándékait, csatlakozott örök terveinek megvalósításához. De hát mi is a közjó, hogyan szolgálhatjuk helyesen, vetődött föl bennem, amikor ezeket elmondtam. A közjó anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség tagjai boldogulásukat szabadon és hathatósan munkálhassák, de előállításukra önmagukban egyenként nem képesek. Lényegét tekintve a társadalom által saját tagjainak nyújtott segítség alapvető életfeladatai teljesítéséhez, tehát társadalmi teljesítés és nem az egyéni javak és sikerek összessége. Lényegesnek tartom azt a megállapítást, ami a következő. Ami az erkölcsi rendben jó és igaz, az a közösség számára is az. Az ember közösségi lény, a bűn ellen és az igazság, a jó érvényesüléséért végzett tevékenység nem csak az egyén, hanem a szűkebb, tágabb környezet számára is meghatározó. Lényeg tehát az, hogy a közjót szolgálni mikrokörnyezetbe, családunkba, kisközösségünkbe, de egészen nemzetek, országok szintjén is lehet, mindenkinek képességei, lehetőségei és adottságai szerint. Kiemelek 16. Benedek pápa Caritas in Veritate 2009-ben kiadott szociális kérdésekkel foglalkozó enciklikájában szereplő néhány gondolatot. Igazság és szeretet nélkül a társadalmi cselekvés az egyéni érdek és a hatalmi logika fogságába esik, ami együtt jár ennek bomlasztó hatásaival, különösen abban a társadalomban, amely a globalizáció útját járva olyan nehéz korszakot él át, mint jelenünkben, írja többek között. A szeretet és az igazság elválaszthatatlan egymástól kapcsolatából következik társadalom etikai alapelvként az igazságosság és a közjó. Az igazságosság azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jog szerint neki jár. Itt meg kell említenem azt, hogy ezt az egyetlen egy szót próbálták barátaink megtámadni, mi az, hogy jog. Hát mi is tartottunk, tanultunk marxista jogot, van egyházjog, van proletárjog, és így tovább, tehát osztálykategória, és így tovább. Tehát kollégák, a
pápa és a katolikus egyház a természet jogra alapozza a jogrendjét, és itt a jog a következőt jelenti, ami általánosan értelmezendő. A jog az, ami kinek-kinek legbelső sajátjaként kijár. Tehát itt szó sincs arról, hogy valami, hogy mondjam, intézményesített jogrendszer valamilyen passzusát lehetne ideilleszteni. Kérem, a szeretet több szempontból is túlhaladja az igazságosságot. Egyrészt azért, mert nem csak azt adom a másiknak, ami az övé, hanem azt is, ami az enyém. Másrészt a szeretet magában foglalja a megbocsátást is. A közjó minden ember és az egész ember javát jelenti. Ha a közjóra való fáradozást a szeretet vezérli, akkor az magasabb rendű, mint tisztán evilági és politikai tevékenység. Hálát adva a Teremtőnek, hogy Lévai professzor személyében olyan embert adott nekünk, aki az elhangzottak szellemében szolgálta a közjót nem csak a társadalom mikro, de makro szövetében is. Egyben kérjük azt a kegyelmet Urunktól, hogy mi is, és még sokan mások a magunk létmezején hasonlóképpen éljünk és dolgozzunk. Nyugodjál békében, Mandi bácsi! Egy meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, és ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, amelyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált. Köszönöm szépen Rádonyi professzornak a megemlékezését. Folytassuk, amíg erőnk van, tradíciókat érdemes teremteni, és érdemes fönntartani. És a tradíciók talán legfontosabbika, ha emlékezünk azokra, akik a közjót szolgálták, és bennünket is szakemberré avattak, és neveltek. Köszönjük!